2014 óta február 19-e Kossuth Zsuzsa születésnapja, a Magyar Ápolók napja. Ő volt hazánk első országos főápolónője, aki már az 1848-as harcokban megszervezte a hadisebesültek ellátását. Az országgyűlés hivatalos határozata óta ezen a napon ünnepélyes keretek között kitüntetésekkel méltányolják a kiemelkedő teljesítményt nyújtó ápoló dolgozókat. A 21. század kihívásai új feladatokat ad, de egyben lehetőséget is, hogy az ápolás megtarthassa eddigi értékeit, sőt, tovább növelhesse azt. A Szabolcs-Szentmihályi-Bedeg megyei közgyűlés számára kiemelten fontosak az egészségügyi dolgozók. Az egyik legfontosabb dolgozója az egészségi folyamatnak az, hogy egészségesen tudjuk magunkat, családunkat, körzetünket, azok az ápolók, hiszen ápolók nélkül nyilvánvalóan az orvosok sem tudnák a munkájukat elvégezni. Hagyományosan évente ez a nap az ápolók napja, amelyen őket köszöntjük. A társadalom megbecsülése az mindig is megvolt az ápolók felé. Az anyagi megbecsülésről azó sajnos nem mindig beszélhetünk. Fontos, hogy az ápolókat ne csak szavakkal, hanem anyagilag is elismerjék. Ezért a kormány 4 lépcsőben 53%-kal emelte a szakdolgozók bérét. Ebből az emelésből a nyíregyházi dolgozók is részesültek. A nyíregyházi önkormányzat városvezetés már 7 éve lehetőségei szerint minden támogatást megad a kórháznak, mert tudjuk, hogy nem vagyunk és nem is voltunk se a kórház fenntartója. Az elmúlt években eddig 500 milliárd forintot fordított a kormány a vidéki egészségügy fejlesztésére. Azonban, ha nincsenek megfelelően elismert és motivált szakemberek a kórházakban, ezek a fejlesztések és beruházások nem elegendőek a betegek számára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház teljes intézményrendszerébe több mint 3000 dolgozó ápoló dolgozik. Ezen a mai napon, a Magyar Ápolók napján intézményünkből 25 dolgozót fogunk kitüntetni, illetve nagy öröm számunkra, hogy jelen pillanatban Budapesten van 2 dolgozónk, illetve a Máté-Szalkai Központi Anesztezikai Intenzív Osztály munkatársi garnitúra, ápolói garnitúra, akik miniszteri kitüntetésben részesülnek, úgyhogy velük együtt, tehát ezzel a nagyon szép létszámmal ünnepelünk ma. Ónodi Szűcs Zoltán, az egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Ápolók napja budapesti központi ünnepségén kiemelte. 2020-ig az egész országban több mint 10 milliárd forintból újulnak meg nővérszállók, és folytatják az ápolási eszközpark cseréjét is.